Már a kék frankost szüretelik a Síkhegydűlőben. Két nap múlva végeznek ezzel a fajtával. Elég szokatlan ez a borvidéken, ugyanis itt például várhatóan 9 nap múlva minden tőke üresen áll majd. A kevés csapadék és a nagy nyári forróság hatására közel egy hónappal indult korábban az idei szüret. A 2022-ben tapasztalt kifejezetten száraz nyár kivételével az elmúlt években átlagosan 250 mm csapadék esett térségünkben a melegebb hónapokban. Most az elmúlt 90 napban pedig hozzávetőlegesen 120 mm. Az elmúlt 4 napban esett 70 mm eső, és hogy meg kell nézni a talajon, hogy nem nincsen nyoma. Az elmúlt napok csapadék mennyiségét azonnal beszívta a föld, ezt mutatja Gál Tibor borász. Így is látható, mennyire forró volt az idei nyár, ami a szőlőkön is lecsapódott. Mi a minőséggel is nagyon elégedettek vagyunk, nagyon magas mustfokkal, nagyon érett szőlővel, komoly beltartalmi mértékekkel rendelkező szőlőkkel szüretelünk, és nagyon egészséges gyümölcsöt hozunk be a pincébe, úgyhogy én egyelőre szuperlatívuszokba tudok beszélni az évjáratról, szerintem fantasztikus borok fognak születni, mind fehérben, mind vörösben. A borász hozzátette, a meleg időjárás könnyíti a szüretelést, jelenleg ennek előnyeit élvezik, de előfordulhat, hogy a következő években is korai szüretre kell készülniük, valamint át kell gondolniuk mindent a szőlőtermesztéssel kapcsolatban. Ilyen például a szőlőfajtákkal, a sorok irányával, a benapozottsággal, a borok későbbi erjesztésével és a piaci változásokkal kapcsolatos megoldások. A mennyiség változó, van, aki elégedett, és van, aki kevésbé, de a minőséget mindenki dicséri. Tarsó József egri hegybíró elmondta, nagyon szokatlan évjáratnak lehetnek most tanúi, ilyet eddig még nem tapasztaltak. Júliusban még nem szüreteltünk, de az, hogy augusztus elején vagy első harmadában elkezdődik a szüret, az eléggé szokatlan. Az egri nevű fajtákat is, a muskotályfajtakör és a korai fajtákat is már gyakorlatilag augusztus közepétől lehetett szüretelni. És most pedig ott tart a szüret, hogy itt az utolsó fajták, a kékfrankos és a cabernet fajtakört szüreteljük, úgyhogy úgy néz ki, hogy szeptember végére vége lesz a szüretnek. A hegybíró hozzátette, az évjárattal nem lesz baj, de várhatóan kevesebb bor fog a pincékbe kerülni, hiszen az erős aszály megnehezítette a termésérést, ami a középérésű fajtáktól állt helyre. Az azonban elmondható, hogy rendkívüli szüretet tudhat magáénak az egri borvidék, ami az elvárások szerinti kiváló borokat eredményez majd.